aki a botlottan kezet nyújtott, aki a bajból is kihúzott, arra oly sokszor visszagondolt. A pedagógusokat a tanulók verssel köszöntötték. Hajó Zoltán polgármester megköszönte és megbecsülését fejezte ki a tanítók munkája iránt. Egy nehéz időszakban kell helytállniuk, a tanulók tudását gyarapítaniuk és felkészíteni őket az életre. A rendezvényen 12 alapiskolai pedagógust és 5 óvónőt tüntettek ki. A Vámbéri Ármin alapiskolából 3 tanító, köztük Mészáros Andrea vehette át az elismerést, aki nevelőnőként dolgozik. A gyerek a legfontosabb, hogy ő jól érezze magát, hogy szeressen iskolába lenni, hogy gazdagodjon tapasztalatokkal, élményekkel, örömmel. Ez a legfontosabb. Én szeretem őket, és ők viszont szeretnek engem, és ez a nyitja mindennek. Ez ilyen egyszerű, mert akkor bármit kérek, akkor teljesítik, és figyelnek, és tisztelnek. Tehát a szeretet mindennek az alapja. A Szabó Gyula alapiskolából 3, a Kodály Zoltán alapiskolából, a Smetana Ligeti alapiskolából és a Művészeti alapiskolából 2 pedagógus részesült elismerésben. A Jilemnyicki utcai alapiskola 3 pedagógusa vehetett át elismerést, köztük Edita Gyurneková, aki a legjobb tudása szerint igyekszik felkészíteni a gyerekeket a versenyekre és a középiskolai tanulmányaikra. Rada učím 10 rokov, a to učenie ma aj naplňa. Predovšetkým je to kontakt s deťmi, pochopiť ich, aké sú ich potreby, lebo máme veľmi ťažkú dobu a tie deti prežívajú rôzne veci a rôzne k tomu pristupujú a preto ich treba chápať. Každé to dieťa je iné, jedinečné. Immár hagyomány, hogy a városi önkormányzat azon pedagógusok munkáját is megköszöni, akik befejezték aktív pedagógusi pályájukat és nyugdíjba vonultak. 2023-ban 5 pedagógus, Blanka Gasparíková, Csonga Hajnalka, Bajnok Irén, Banyák József és Horváth Éva vehette át a Comenius emlékérmet.